Önök a főtér látványos munkáit látják, de hát nyilván láthatták, a főtér háta mögötti résznél elkészültek az irodák, és elkészült a régen várt köztéri WC, illetve tulajdonképpen nem köztéri WC, hanem egy itt a főtéren lévő lehetőség arra, hogy az emberek a dolgokat intézik. Most megpróbálunk bemenni ebbe a épületbe. Látják, egy gyönyörű szép üveg fallal van lezárva, és itt van az a kis automata berendezés, ahol be kell dobni majd azt a pénzt, amit a használatért fizetni kell. Ez egy kvázi képletes összeg 100 forint, és 50 forint, 20 forinttal és 100 forintossal működik. Ha most beljebb megyünk, akkor láthatják, hogy ez a mosdó WC, ez gyakorlatilag nagyon elegáns, és nagyon tiszta még nyilván, és remélem, hogy így lesz. Köszöntöm ismét Vil Katalint, akinek a cége vállalta ennek a folyamatos karbantartását. Tulajdonképpen hogy fog akkor ez most itt működni? Tehát ez a reggel 6 órakor lesz a nyitás, este 9 óráig fog nyitva lenni folyamatosan, állandó felügyelet mellett fogjuk üzemeltetni. Egy nagyon szép, korszerű, tiszta... Tiszta és olyan eszközökből van felszerelve, ami mondhatni bomba biztos nem lehet leszerelni. Nézzük meg egyébként akkor most itt ezt a helységet, ez így gyakorlatilag micsoda? Ez egy pelenkázó rész. Tehát akik a játszótéren vannak kiskorák, kisgyerekek, azok be tudják hozni, pelenkázni tudják a gyereket, és vissza tudnak menni játszani. Ez a itt a mosdó. Női mosdó, akkor megyünk egy picit tovább. Ide most be fogunk menni, ez a férfi mosdó, csak azért, hogy lássák önök is, hogy milyen eszközök vannak felszerelve, a viszonyok milyen fajta inoxos félből készültek, és amit látják, készszállító van természetesen, és ha itt megnyomjuk olyan automata csatlakozóval, hogy itt is természetesen magától elzárulni, és szappant, tehát kulturált körülmények között lehet ezeket a dolgokat elintézni, illetve utána tisztálkodni, és természetesen, ha egy kicsit bejött néznek, itt pedig mozgáskorlátozott WC van. Mikor nyit? Próbaüzemmódban megyünk, tehát 7-én van a hivatalos átadás, és 8-án kezdünk próbaüzemmódba, tehát szombaton. Tehát próbaüzem elsője. Elsője szombaton. Tehát aki már szeretne jönni, az elsője szombaton jöhet, a kolléganő az itt van, aki erre nyilván felügyelni fog, és 7-én lesz az átadás a főtérnek, az a túloldalon a színpadon, 4 órakor, utána teljes üzemmel mehet a központi mosdó WC pelenkázó. Jó! Hölgyeim és uraim, ilyeneket is el kell mondanunk, szerintem ez jó dolog. Amióta polgármester vagyok, nem hangzik el, nincs olyan fórum, ahol nem mondanánk azt, hogy hát miért nincsen a városközpontban egy mosdó, egy WC. Az STK panaszkodik, hogy oda mennek az emberek, a művelődésénhez panaszkodik, hogy oda mennek az emberek, itt kultúrált körülmények között mindenki elintézik egy dolgát, és ennek a kérdésnek a végére pont kerül. Köszönöm szépen Katinak, jó munkát kívánok, természetesen fogunk erről majd beszélni. Köszönöm szépen.